Ez a Pápavárosi Televízió hétfői híradója, köszöntöm Önöket! A szabadságot ünnepelte 1848-ban az egész ország. Ünnepelte soraival a költő, ünnepeltek a parasztok és a városi polgárok, céhes legények és mesterek. Emelte ki a 168 évvel ezelőtti események egységét ma délutáni ünnepi beszédében Gröber Attila, az MSZP helyi elnöke. Ezt az egységet mutatta az ünnepségen résztvevők összetétele is. Az MSZP rendezvényén a DK és az Együtt PM tagjai is jelen voltak. A szónoklat végén pedig együtt koszorúzták meg az Eszterházi kastély előtt álló Petőfi Sándor szobrot. 1848 márciusa nem egyszerűen forradalom, annál jóval több. Egy nemzet születésének pillanata. Azt pedig mindannyian ismerjük történelmi könyveinkből, hogy a szabadság születése nem volt könnyű. Számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin buldokoltál, szent nevedet bitóra szögezték, érkezésed hóhérok kísérték. Joggal tehetjük fel a kérdést magunknak, hogy kik ezek a Petőfi által hóhéroknak nevezettek, akik üldözték a szabadságot, és mindent megtettek azért, hogy ne jöhessen el közénk. Ezek a hóhérok nem elsősorban történelmi személyek, hanem valójában jelenségek, elvek és eszmék. Olyanok, melyeknek az a céljuk, hogy fizikai és szellemi rabságban tartsanak családokat, közösségeket, egész társadalmakat, csak azért, hogy hatalmi vágyaikat kielégítsék, folytatta szónoklatát Gröber Attila. Az említett hóhérok, a szolgaság, a privilégiumok és kiváltságok megléte, a hatalom, az uralkodó és a bécsi udvar kiszolgálása, a politikai ellenfelek üldözése és a cenzúra, valamint a nyilvánosság hiánya. 1848 márciusa ezek alól szabadította fel a magyarok közösségét. Az ilyen felemelő pillanatokban, mint március 15, hősök születtek. Olyanok, akiknek nevét megőrizte a történelem, akiket az ünnepi napokon megidézünk. De sokkal, sokkal többen voltak a névtelen hősök. Akik először tűztek kokárdát ingükre, akik először kötöttek nemzeti színű szalagot a hajukba, akik először jelentkeztek honvédnak. Ők azok a hősök, akik kiálltak magukért, megvívták személyes harcaikat, és nekik köszönhetjük, hogy 1848 márciusának valódi hőse megszületett és legyőzte hóhérait. Mert 1848 márciusának valódi hőse a szabadság eszméje, amire nekünk magyaroknak úgy kell együtt vigyázni, mint ahogy együtt teremtettük meg. A szónoklat után Gőgös Zoltán, a párt alelnöke beszélt a megjelenteknek aktuál politikai kérdésekről, megemlítve két népszavazási kérelmüket, az állami tulajdonban lévő termőföldek értékesítéséről és a gazdasági társaságok alkalmazásában álló személyek bruttó jövedelmének maximalizálásáról. A rendezvény végén az MSZP és a DK helyi vezetői együtt koszorúzták meg Petőfi Sándor szobrát. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóján ünnepi programokat szervez Pápaváros önkormányzata. A rendezvény helyszíne a március 15-e tér. A kapcsolódó programok is a közelben zajlanak, a Kékfestő Múzeum játszóházzal, a református gyűjtemények pedig kézműves műhellyel és történelmi kiállítással várja az érdeklődőket. Pápaváros fuvószenekarának toborzójával kezdődik az idei március 15-i ünnepség. A Benned él a magyarság című ünnepi műsorban pedig helyi és országosan ismert szereplők lépnek fel. Tudtuk meg Szabadkai Veritától, a Jókai Mor Művelődés és Szabadidőközpont igazgatójától. Pápaváros fuvószenekara 10 óra 40 perctől toborzó zenével fogadja a térre érkezőket, és ekkor vonulnak be a lovashuszárok és a katonai diszalegység tagjai is. A 11 órakor kezdődő ünnepi műsorban ebben az évben Petőfi Sándor személyes sorsán keresztül jelenítjük majd meg a 48-as eseményeket, és ehhez majd a zene, az irodalom és a tánc nyelvét hívjuk segítségül. Az idei ünnepi műsor fellépői a Magyarok Dalszínház művészei, a Vadvirág Néptánc Együttes, Németh Dénes és zenekara, Milus Fruzsina és Kincses László lesznek.
Ünnepi beszédet dr. Nagyell István, a gróf Eszterházy Károly Múzeum igazgatója mond. A városi rendezvénynek kísérő programjai is lesznek. A gyermekek és családok programját történelmi játszóházak is színesítik, a Kékfestő Múzeumban szélforgót és kifestőt, a református gyűjteményekben huszárcsákot és pártát lehet majd készíteni. A református gyűjteményekben találkozhatnak huszárokkal is, akik a Szabadságharc hadseregének ruházatát, felszerelését mutatják be. És itt látható történelmi kiállítás Petőfi és Jókai emlékekből, 48-as relikviákból, fegyverekből is. Tudtuk meg Szabadkai Veritától. A Pápai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai csoportja tanulmányútól járt a Ráckeresztúri drogrehabilitációs otthonban. A látogatás célja az volt, hogy megismerjék az intézményben folyó szakmai munkát és az alkalmazott jó gyakorlatokat. A programot pályázati forrásból valósították meg. A Kábítószer Egyeztető Fórum szakmai csoportja elkötelezett a segítésben és azon emberek támogatásában, akik az életük során megbotlottak és krízis helyzetbe kerültek, hangsúlyozta a csoportot vezető Olá Márta, a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke. Ahhoz, hogy ezt a szakmai munkát teljes hittel, meggyőződéssel és folyamatos szakmai tapasztalattal felvértezzük, óhatatlanul szükség van a jó gyakorlatok megismerésére. A Ráckeresztúri drogrehabilitációs otthonban az ott folyó terápiás munkával ismerkedtek meg a pápaiak. Betekintést nyertek az otthonban dolgozók szakmai tevékenységébe, és megismerkedtek kezelés alatt álló betegekkel. Igazából 7 év anyagozás tönkretette az életemet, egyedül nem sikerült leállnom, segítséget kértem a háztól, önismeretre tettem szert, meg csomó olyan készségre, képességre, amin által egy egészséges, boldog életet tudok élni, és hálás vagyok azért, amit itt kaptam. Mindenféle függőségi problémákkal érkeznek hozzánk a fiatalok. Mi hiszünk a gyógyulásukban. Mi hiszünk abban, hogy fel lehet épülni ebből a betegségből. Ehhez nagyon sokat kell tanulni, fejleszteni a készségeiket, a személyiségüket, hogy egy érett, felnőtt életvitelt ki tudjanak maguknak alakítani. A meglátogatott otthonban kiemelt szerepe van a hitnek, ugyanis az intézet 30 éve a református egyház támogatásával működik. Folytatódott az Értékeink élőben című előadássorozat az Edvi Malom fogadóban. Pénteken este dr. Varga Tibor, állam és jogtörténész arra a kérdésre kereste előadásában a választ, hogy kié Európa, s hogy miképpen alakult ki a keresztény Európa. Európa egyértelműen a keresztényeké, erre több bizonyíték is létezik, mondta el az állam és jogtörténész. A Nyugat szerint Nagy Károlytól, valójában Attilától létezik Európa. Nagyon érdekes, hogy a frankok, akik óriási szerepet játszottak a korabeli világon, ugye a frankoknak a védőszentje, tulajdonképpen a Merovingok védőszentje Szent Mártonról. Szent Mártonról meg francia hagyomány őrzi, hogy magyar, illetve hun királyfi volt. Hun persze nem lehetett, mert 316-tól 397-ig ért, és a 380-as évektől kezdve jönnek a hunok, hanem valószínűleg szarmata volt, ami szintén az ívfeszítő népekhez tartozott. És nagyon érdekes dolog, hogy a Szent Márton után a frankok lettek egyedül katolikusok, mert az összes többi volt utódnép az ariánus keresztény volt. A kérdésfeltevés, mi szerint kié Európa, rendkívül aktuális manapság, hangsúlyozta az előadó, hiszen a migráció fokozódásával veszélyben van a kontinens jövője. Jön az iszlám, akiknek nem okoznának problémát egyébként, hogyha nekünk a történeti alkotmányunk érvényben lenne, mert az annak az írott része az azzal indul, Szentesván intelmeivel, ami kimondja, hogy keresztények vagyunk. Tehát itt nem lehetséges, hogy esetleg iszlám párt alakuljon meg iszlám miniszterelnökünk legyen, ne adj Isten. Hát itt elég nagy probléma van, mert mindenféleképpen azt kellene megakadályozni, hogy ez a tömeg bejöjjön, de ha be is jön, akkor is a törvényeinket meg kellene változtatni, mert most jelenleg többségi joga van, ami azt jelenti, hogy akinek többsége van, annak van módja törvényeket alkotni, és ebbe bele, hogyha mi befogadunk 250 000 iszlámhívőt, akkor nagyon pillanatok alatt ott találhatjuk magunkat, hogy 1% lesz, és akkor 1%-os pártot alakítanak, 1%-ot elérnek, aztán 5%-ot elérnek, és akkor Magyarországnak kulturálisan is meg kell oldani a védelmét. Az állam és jogtörténés
színész szerint ebben a helyzetben legegyszerűbb megoldás lenne a hadkötelezettség és a határőrség visszaállítása, amelyekkel védettebbé lehetne tenni országunkat, hangsúlyozta dr. Varga Tibor. Megtartották tavaszi borversenyüket a Pápai Kertbarát körtagjai. A környékben termett nedűből több mint 50 mintát neveztek be a megmérettetésre. Az idei minősítésen bronzfokozatot osztott ki legnagyobb számban a bírálóbizottság. 58 mintát neveztek a pápai és pápa környéki gazdák a borversenyre, mondta az elnök László Tibor. A vörösből volt több, de akadt jó néhány palack fehérbor is, valamint rozé. Túlnyomó részt öreghegyi és kishegyi borokat kóstolt a bírálóbizottság, és természetesen a tagság is. De volt azért a Somlóról és a Sághegyről is nedű. A legtöbb a vegyesbor, de található benne Zweigelt, Riesling és kékfrankos. Nagyon vegyes a paletta. A bírálóbizottság elnöke Bogdán Levente somlói borász volt, aki Vörös Imrével és Takács Csabával együtt minősítette a bormintákat. 15-ös évjárat a 14-hez képest klasszisokkal jobb. Ha nem csinálunk semmit, akkor is. Ja, most alapvetően azt látom, hogy átestünk a ló másik oldalára, és olyan borok vannak, amik kicsit vékonyak, kicsit maradékcukrosak, de jó zamatosak, ízesek, tehát érződik az a meleg rajta, ami a 15-ös évben jellemző volt, és azt kell látni, hogy sajnos tudni kell kezelni ezt, azt is, ami 14-ben volt, tehát azt a nagyon szélsőséges esőt, meg tudni kell kezelni azt is, ami 15-ben volt, az a nagyon szélsőséges meleget. A borász az értékelésnél tanácsokkal is ellátta a szőlős gazdákat, akik a kör összejövetelein is rendszeresen hallhatnak előadásokat a témában. A 2016-os városi versenyen 3 aranyfokozatot, 21 ezüst és 27 bronzminősítést adott ki a zsűri, valamint 7 minta oklevelet kapott. Holnap barátságtalan időre számíthatunk, részletek az időjárásról most híreink után. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég. Csak északnyugaton, nyugaton szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Eleinte sokfelé várható eső, havazás, majd záporok, hózáporok valószínűek. A magasabban fekvő helyeken több centiméter hóréteg is kialakulhat. A Dunántúlon megerősödik az északi-északnyugati szél, a Dunától keletre csak néhol élénkül meg a keleti-délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 2 és mínusz 3 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Szerdán reggel még nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. A nappali hőmérséklet pedig 6 és 11 fok közé emelkedik. Kedves nézőink, ennyi fért mai híreinkbe. Holnap ünneplévén nem láthatnak hírműsort, ezzel legközelebb csütörtökön várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!